átállunk két szenzációs autó előtt. Az egyik az egy Toyota Yaris, a másik pedig egy Lotus Exige V6 Cuper. A két autó úgy tűnik, hogy teljesen különbözik egymástól, és semmi köze egymáshoz, de ez nem így van. A Lotus több mint egy évtizede Toyota motorokat használ az összes modelljében, és ennek a Yarisnak a fejlesztésénél pedig megfordult a kocka, és a Toyotás mérnököket kérték segítségül, és egy igazi kis méregzsákot csináltak ebből az utcai Yarisból. Belekerült egy 1.8-as kompresszoros motor. Itt jött képbe a Lotus, mert a Lotus csinálta azt, hogy az utcai Toyota motorokra kompresszort fejlesztett, és az erősebb verziókban ezt a kompresszoros Toyota motort használták. Úgyhogy ezeket a tapasztalatokat használták fel most, és így lett ebből az utcai Yarisból egy 215 lóerős. És mondhatom, hogy talán utcai versenyautó, mert szinte úgy viselkedik az autó, mint egy kis versenyautó. Abban a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy ez az autó ez most érkezett Magyarországra, és minket kértek fel, hogy először teszteljük ezt az autót. Összesen 400 darab készül a világon ebből az autóból, és ez az első darab Magyarországon. Ki fogjuk próbálni most itt a versenypályán, hogy hogy viselkedik. Két fiatal versenyzővel, akik aktívan versenyeznek. Az egyik Szomszéd Lali, aki a Suzuki kupában az egyik legfiatalabb pilóta. Éppen csak 12 éves múlt. A másik versenyző pedig Molnár Bendegúz, aki a Swiss Cup tavalyi bajnoka. Úgyhogy mi hárman fogjuk kipróbálni ezt az autót, és el fogjuk mesélni, hogy mit tapasztaltunk, és milyen élmény. Hát azért, ha csak belenézünk, már akkor is látjuk, hogy nem egy sima utcai autóról van szó, mert elég komoly sportügyesek vannak benne. A kormány is nagyon hasonlít egy versenyautó kormányához. De ott van benne az a kis piros csík, meg van jelölve a kormány közép, ami jellemzően versenyautókban szokott lenni. A pedálok, a fémpedálok, a gumi betétekkel. Úgyhogy számíthatunk rá, hogy ez egy nagyon jó kis autó lesz. Érezhető a 215 lóerő benne. Meglepően jól áll az úton, és a fékek is nagyon jók rajta. Ami nagyon fontos, hogy egy ilyen utcai sportkocsinál, ehhez a teljesítményhez megfelelő fék is legyen. Szóval nagyon jól érezhető, hogy ez nem egy turbós autó, hanem egy kompresszoros, ezért egészen alacsony fordulatról már elkezd tölteni a kompresszort. Nagyon nagy a forgatónyomaték, és ez nagyon sokáig megvan. Tehát az autó borzasztóan rugalmas. Szóval azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy ezek a Toyota kompresszoros motorok nem csak a Lotusban működnek jól, hanem immár a Lotus segítségével a Toyotában is nagyon jól működnek, és egy nagyon használható autót tudtak összehozni ebből az együttműködésből.